híres agóra a jogelődjeit is figyelembe véve, szakmai munkáját tekintve a tavalyi év volt a legsikeresebb éve. Ezzel a bejelentéssel kezdte a sajtótájékoztatót a Hírös Agora Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Bak Lajos kiemelte, összesen 6900 eseményt szerveztek 2016-ban a Hírös Városban és határain kívül. Ez 20%-kal volt több, mint az ezt megelőző évben. Programjaikra pedig 1.130.000-en voltak kíváncsiak, ami az országos átlag háromszorosa. Úgy gondolom, hogy azok a visszajelzések, amelyeket a közönségtől kaptunk, ettől az 1.100.000 embertől, ezek is azt erősítik meg bennünk, hogy jó úton haladunk, olyan programokat, olyan eseményeket, olyan klubokat, közösségi életet szervezünk, amire kíváncsiak, amiért bejönnek, sok esetben még fizetnek is, és amelyekre szükség van Kecskeméten. Bak Lajos elmondta, nagy hangsúlyt fektettek a közösségépítő fejlesztésekre. Ennek köszönhetően már több mint 130 klubot, közösséget gondoz az Agora. Összesen 1161 műsoros rendezvénynek, kiállításnak adtak otthont 6 helyszínen, emellett 516 külső rendezvényt is befogadtak. Sikeres programjaiknak köszönhetően a vállalkozók is egyre szívesebben támogatják Kecskemét kulturális eseményeit. Tavaly is több új szponzor állt melléjük. A Hírös Agora ügyvezető igazgatója a jövő legfontosabb célkitűzésének a jelenlegi színvonal megőrzését tartja, de szeretnének új szint vinni hagyományos rendezvényeinkbe. A programjainkat próbáljuk majd megújítani, új elemeket hozni be, új látványelemeket a fesztiváloknál, új programelemeket, illetve a régi hagyományosan, immár hagyományosan meglévő eseményeinket is majd megpróbáljuk egy kicsit színesíteni, megújítani, és még inkább vonzóvá tenni. Ezek közül a 32. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál a következő, amely idén is a kultúra ünnepe lesz. A programsorozat március 10-én pénteken veszi kezdetét, és egészen március 31-ig tart. 14 helyszínen közel 60 eseményre várják az érdeklődőket. Bak Lajos kiemelte, idén több mint 20 000 vendégre számítanak a fesztiválon.